mindenki által 9 emeletesként ismert bérház sátorolja Újhelyben. Így gyakorlatoztak legutóbb a tűzoltók. Ez a gyakorlat egyike volt azon 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlatnak, melyet éves szinten végre kell hajtania a tűzoltóságnak. Ezen belül is mindhárom szolgálati csoportnak egy éjszakai és egy nappali gyakorlaton kell részt vennie. Jelen esetben a 9 emeletesben a 6. emelet 4-es számú lakásában tűz keletkezett, az egész lakásség teljes terjedelmében is 2 sérült tartózkodik a lakásban, ahol az egyik egy gerincsérült volt, a másik még egy könnyű sérült, és ennek a mentését kellett végrehajtani, tűzoltását imitáltuk. Egy veszélyhelyzetben fontos a gyorsaság, azonban még fontosabb, hogy a tűzoltók mindent szakszerűen hajtsanak végre a veszélyhelyzet elhárítása érdekében. Ezért a parancsnoki ellenőrző gyakorlat is a szakszerűség vizsgálatára terjedt ki. A tűzoltás előkészítésére, a gépjárműveknek a felállítási helyére, az, hogy ez a gépjármű az megfelelően lett leparkolva, elakadásjelzőt használja, ki van bójázva a gépjármű, a vízforrásoknak a működő képességét és a gépjárművek megtáplálását, aztán a tömlőknek a égőszintre való juttatását, az életmentést. Ha jelen esetben nehezítve volt a körülmény, mivel a folyósón egy fém zárszerkezet volt, illetve egy ajtó, egy fémajtó, amit nekik motoros roncsvágóval imitálni kellett, hogy azt megszüntetik. Ezeket oda fel kellett juttatni. A tűzoltó parancsnok a továbbiakban figyelte az életmentés végrehajtását, valamint a rádión keresztüli kommunikációt. A begyakorló és ellenőrző gyakorlatokat a helyszíni bejárás előzi meg, mely során a tűzoltók megismerkednek a helyi viszonyokkal is. Helyi szakembert igénybe kell venni, aki leáramtanítja az épületet, vagy segít leáramtanítani, hogy hol kell, kikapcsolja a liftet, ami ezen a gyakorlaton ez meg is történt, és ezeket mind itt ezen alkalmakor szituációkba próbáljuk. És kialakul készség szinten az, hogy itt mindenki tudja, hogy hova nyúljon, hova menjen, melyik lakás, melyik számhoz tartozik, és tudjuk már azt is lassan, hogy melyik folyosón van fémajtóval vagy fémráccsal lezárva a adott folyósó rész. Juhász Péter, a helyi tűzoltóság parancsnoka, jónak értékelte a gyakorlatot. Egyedül a külső-belső hírforgalomban volt akadozás, mely betudható a rádiórendszer hibájának, tette hozzá a parancsnok.